Győrben készül az idei szezonra Magyarország egyik legjobb atlétája Márton Anita. Sajnos a koronavírus járvány miatt több versenye is elmarad most a többszörös bajnok súlylökőnek. Nemrég egy két hete zárult le a fedett pályás szezonunk, még egy versenyünk lett volna hátra, a Dobó Európa Kupa, amit ugye sajnos szintén töröltek, így most egy kisebb pihenő fog következni, és utána újra elkezdjük az alapozást, ugye már a nyári versenyekre való, illetve ugye az olimpiára való felkészülés jegyébe. Márton Anita célja az idei tokiói olimpián való jó szereplés. A tavalyi szezon sűrű volt a számára, így a járvány miatt jött kényszerpihenő, több időt ad a felkészülésre. A világbajnokságunkat nagyon kitolták, ugye október elejére, viszont el kellett kezdeni a felkészülést november elején ugye az idei szezonra, és ugye pont ezért nem volt, tehát ez az egy-másfél hónapos pihenőidő leszűkült 2-3 hétre, úgyhogy így nem igazán volt jó, de most talán egy kicsit lesz időnk pihenni. A magyar bajnok Horváth Márk egy hosszabb sérülés után készül az évre. Elmondása szerint már teljesen jó formában van és várja a versenyeket, mellette pedig keményen edz. Heti 6 edzés, 2 súlyemelés, és abból a többi technikai munka vagy dinamikai munka. És általában mindig egy héttel előre megkapom úgy az edzéstervet, és akkor így készülök az edzőmmel. A fiatal tehetség fő célja, hogy idén meglegyen az Európa-bajnokság, amire az esély meg is van. Mindkét sportoló reméli, hogy a koronavírus miatt nem maradnak majd el a további versenyek.